Miénk lesz ismét három napig a tér Nagybányán a magyar közösségé. Szeptember 18-a és 20-a között 10. alkalommal kerül megszervezésre a Főtér Fesztivál 2015. A Nagybányai Magyar Napok, melynek műsorvezetője a Szomszédnéni produkciós iroda lesz. Az idei Főtér Fesztivál különlegesebb, még változatosabb programokkal, látványosságokkal várja a magyar közösséget. Az idei Főtér Fesztivál azért különlegesebb, mert ez lesz a 10. rendezvény, eltelt 10 év az első Főtér Fesztiváltól. Emiatt is szerettük volna, hogy a program még színesebb, még gazdagabb legyen, mint az előző évekhez képest. A kihagyhatatlan bevonulás előtt idén látványos lovas felvonulás lesz a Klastombrét sétányán. A debreceni huszárok a Hajdú-Bihar megyei huszárbandérium közreműködésével. A bevonulás előtt már a Klastombréten lesz egy huszárfelvonulás, a debreceni hagyományőrző huszár egyesület látogat el hozzánk, és már ott lesz egy huszárfelvonulás, és akkor velük együtt fog a Főtér Fesztivál közönsége bevonulni, természetesen a diákokkal, cserkészekkel, hagyományőrzőinkkel, az egész nagybányai magyarsággal remélhetőleg. A szervezők számos régi terve valósul meg az idén. Régi vágyuk volt a tankcsapdát elhozni Nagybányára, és egy operett előadással színesíteni a fesztivált. Ismét két magyarországi nagyzenekart sikerült elhívni a Főtér Fesztiválra. Ugye hát az egyik a tankcsapda, aki pénteken fog koncertezni. A fiataloknak a régi álma teljesül így, hiszen már 10 éve szeretnék, hogy eljön ez az együttes. És szombaton pedig hát egy LGT nosztalgia koncert lesz Somló Tamási zenekara előadásában. Ami újdonság még az idei Főtér Fesztiválon az, hogy egy másik régi tervünk valósul meg, hogy a kolozsvári magyar operát meghívjuk egy élő előadásra. Ez pénteken lesz, pont a kezdőműsor a bevonulás után. Az opera, tehát magyar nemzeti operák és operett összeállításokat hallhat, láthat a közönség. A 10. Főtér Fesztivál újdonságai közé tartozik a Lendvai Márton színjátszókör koncertje, a Nagybánya Bár, a Magyar Népi Gyógyászati Sátor és még több izgalmasabbnál izgalmasabb versenyek. Én talán még több vetélkedő van, mint tavaly, most nem is sorolom fel így hirtelen. Lesz, ami nagyon érdekes, lesz egy úgynevezett gyógyító sátor, a magyar népi gyógyászatot fognak benne előadásokat tartani, és gyógyítás is lesz végig a fesztivál ideje alatt. A jurtába kell keresni, tehát ez is így lehet megtalálni majd. Újabb érdekesség, hogy a Nagybányai Lendvai Márton színjátszókör egy koncerttel rukkol elő, Nagybánya Bár névvel. Ez a koncert is pénteken lesz, az opera után. Lesz vetítés is, az EKEG Utin osztálya fog vetíteni pénteken érdekes dolgokat. Ismét Szomszédnéni produkciós iroda lesz, ugye, hát ők már hozzátartoznak a Főtér Fesztiválhoz. Természetesen a Németh László Elméleti Liceum is legalább 10 programmal szerepel a 3 nap alatt. A Nikolai Orga magyar tagozata is idén már 2 programszámmal szerepel, tehát folyamatosan bővül a programkínálatunk. Ja, és ami nagyon érdekes, hogy gyermek koncert lesz, tehát a szombat reggeli műsor az a Kerekótya együttes gyermekkoncertjével fog kezdődni. Úgyhogy a gyerekek is örülhetnek egy igazi koncertnek. Óvodásainknak is lesz külön játék, kartonpapírból építjük meg a főteret az 1-4 osztállyal, családi kalantúra, csak azért is városismereti vetélkedő, tehát minden érdekes dolog lesz, legózás a téren, segítség, vendégek jönnek, tréfás akadálypálya a cserkészek szervezésében, ismét lesz zumba, kiállítások lesznek, hát de minden megtalálnak a programban, a program füzetben és az interneten is.
Zenés előadással fellép a Torpedo együttes, a Berena zenekar, a Németh László Elméleti Líceum kórusa, a Krisztus Király plébánia fiataljai, a Szkolári Vulina énekkar, és idén is lesz táncház találkozó. A hagyományos gulyás se fogunk hiányozni, és a vasárnapi ebédet a téren lehet majd elfogyasztani. Igen, lesz gulyás, és ami idén újdonság, hogy Csíkszeredából elhívtuk az igazi csíki sört, tehát lesz egy külön sörsátor, ahol az igazi csíki sört lehet megvásárolni. Lesznek étel-ital különlegességek, újabb borok, balatoni borok is lesznek most, tehát szombaton lesz a Winklibe gulyás, vasárnap pedig az étel-ital soron lesz az ebéd, ott is lesz gulyás, sültek és minden egyéb finomság. A Főtér Fesztiválnak idén is több mint 100 önkéntese van. Idén is sok önkéntes van, hál' Istennek a gyerekek, a fiatalok nagyon szeretik ezt a feladatot. Hát több mint 100 van, az biztos, feliratkozva körülbelül lesz 120, és akkor ebből marad vagy 100. A 100 a stabil. És milyen feladatokat kapnak? Hát nagyon nagy feladatuk van, mert például holnap kezdődik a plakátozás, ez az első nagy feladat. A következő nagy feladat az, hogy ők is ugye népszerűsítsék a programokat, részt vegyenek a programokon, főleg a nekik szóló programokon, de ugye nagyon nagy feladatuk van a régi főtér kialakításában, a helyszínek kialakításában, sátor állításban, padok, asztalok hordásában, székek, betevése, kivevése, tehát, és mindig van akad munka, tehát kéznél kell legyen sok fiatal. A Főtér Fesztivál 2006-ban ifjúsági magyar napoknak indult, de már 2008-ban a város magyar napjává vált. Hát régen kezdődött, igazából nagybányai magyar ifjúsági napoknak indult, tehát egy városi magyar ifjúsági napot szerveztünk 2006-ban, 2007-ben, de már akkor rájöttünk, hogy ugye kijönnek a gyerekek is, a gyerekekkel kijönnek a szülők is, nagyszülők is, tehát minden korosztály igényel egy szabadtéri rendezvényt, ahol a magyarság találkozhat, ünnepelhet, szórakozhat. Így akkor rövid időn belül, tehát már 2008-tól akkor már elhagytuk azt, hogy ifjúsági napok, hanem ugye a város magyar napjai lettek, és ez a nagybányai magyar napok pedig, most ha jól emlékszem, akkor 2010-től használjuk ezt a megnevezést, ugye, mert ez fedi a legjobban a Főtér Fesztivál szellemét. A nagybányai magyar napoknak mozgalom jellege van. Hát a 10 év alatt mi úgy gondoljuk, legalábbis a szervezők részéről, hogy mindig fejlődött, mi minden évben próbáltunk hozzáadni valamit pluszt az előző évhez, évekhez. Az biztos, hogy nagyon fontos, hogy ez mozgalom jellege van, tehát mindenki társulhat, mindenki meg van hívva, hogy részt vegyen. Bárki, aki vesz valamit Nagybányán vagy a környékén, a nagybányai magyarságért, ez az a pillanat, amikor azt megmutathatja, programot szervezhet, jelen lehet, és így összeáll egy ilyen nagy rendezvénysorozat. Meg se számoltuk, hány program van, de szerintem nagyon sok van. Elég nagy probléma is az, mert sokszor fedések vannak, és nehéz az egészet kézben tartani. De hát mi úgy látjuk, hogy a közönség ennek örül, és szeretik, úgyhogy nagy szeretettel csináljuk és készülünk. A Főtér Fesztivál szervezője, a Főtér Fesztivál Egyesület partnerei, a Nagybányai Teleki Magyar Ház, az RMDS és a Németh László Elméleti Líceum.